Tarpanni először vett részt országos versenyen, és rögtön az első díjat hozta el. Hát nekem elég nehéz volt, de nagyon büszke vagyok rá, hogy első lettem, de nagyon sok gyakorlásba került. Zongora négykezesben 3 éve és most is remekeltek a győriek. A zsűri külön kiemelte, ahogy a Mozart darabot eljátszotta a páros. Amikor először megkaptuk a darabjainkat, akkor mondtuk, hogy hát ezt könnyen meg tudjuk csinálni, de aztán mivel több mint 3-4 évet szenvedtünk vele, azért rájöttünk, hogy nem valami egyszerű. Most már jóval nehezebb volt, mint 3 évvel ezelőtt, de nagyon sokat segített, hogy mi már együtt játszottunk, és így jobban összhangban voltunk. Milyenek voltak a darabok? Milyen nehézségűek? Volt egy lassú darabunk és egy gyors, mindegyik más műfajú volt, ezért megmutathattuk, hogy mindegyikben szépen tudunk játszani, és nagyon tetszettek nekem a darabok. Számára is nagy kihívást jelentett a döntő, mert idősebbekkel mérte össze zenetudását. Változtattak a korcsoportokon, ezért az idősebbekkel kellett játszanom, és akkor így nagyon összeszedtem magam, hogy akkor ott is sikerüljön helytállni. Egy kicsit akkor megijedtél, hogy nagyobbakkal kell versenyezni? Igen. A Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei már hagyományosan jól szerepelnek az országos zenei versenyeken. Amit el kell mondani az országos versenyekkel kapcsolatosan, hogy 3 évente szervezik meg a művészetoktatás területén ezeket a versenyeket. Ez azt jelenti, hogy azért viszonylag ritkán van lehetőségük ilyen szinten megmérni a tudásukat a gyerekeknek, és azt is jelenti, hogy nem 1 év alatt készülnek föl ezekre a versenyekre. Tehát valójában itt 3 év munkája, rengeteg többlet és plusz munka van egy-egy ilyen produkcióba, és ott első helyezést elérni a tehetséges ország legjobb zeneiskolásai között, az nagyon nagy érdem. A kötelező anyagok megtanulása mellett az előadói készséget is fejleszteni kell, ebben is sokat segítettek a zenepedagógusok. A zeneiskolában heti 2-szer találkoznak a tanáraikkal, általában a gyerekek, de akik ilyen versenyekre készülnek, szinte minden nap próbálnak, gyakorolnak, koncertre, különböző koncertekre viszik a gyerekeket azért, hogy a szereplési rutinjuk is meglegyen, és mire az országos versenyre kerül a sor, addigra az már ne jelentsen olyan nagy problémát, hogy ki kell állni. A versenyek után a közel 1000 győri zeneiskolás számára most jön az évvégi hajrá, ugyanis a héten megkezdődtek a szolfés és hangszervizsgák.